az Eltévedt gyermek Pák Imre gyűjteményéből. Ez az alkotás pontosan 10 éve, 2009. áprilisában debütált Magyarországon, Győrben mutatták be először, és ahogy egy kisalföldi újságnak nyilatkozott a gyűjtő, elég érdekes körülmények között jutott az ő birtokába is. New Yorkban értesült arról, hogy egy londoni árverésen bukkant fel ez a kép. Ezt korábban nem is ismerték, csak fényképekről tudtak róla a művészettörténészek, és ahogy elmondta Pák úr, ilyen még soha nem volt vele, hogy tulajdonképpen látatlanban vette meg ezt a képet, úgy licitált rá. Gyakran megálltam a kép előtt, ahányszor erre jártam, mindig megsajnáltam szegény gyermeket, talán épp ezért is választottam ezt az alkotást. Gyakran megtörténik sok mindenkivel, hogy álmában eltévedt bolyong ismeretlen vagy ismert vidéken. A Krúdi Ámos könyv szerint ez kétségbeesést, bizonytalanságot jelent. Hát szó ami szó, a művész igencsak depressziósan ment ki, utazott ki Barbizonba, Pál László barátjának meghívására egy kicsit feltöltődni. Barbizon Párizstól körülbelül 40 kilométerre fekvő kis festői település, környező erdővel. Ide főleg a műteremből kiszabadulni vágyó tájképfestők jöttek le Párizsból. Ez az erdő is egy tipikus barbizoni táj, barbizoni erdő. Viszont Munkácsi nem szeretett tájképet festeni. Épp ezért van az, hogy sok ilyen tájábrázolásán mindig egy alakot vagy több alakot feltüntet. Ugyanakkor ez a gyermek motívum is egy érdekes dolog, hogy miért pont egy kislány, hát nyilván egy gyerek tud igazán eltévedni egy erdőben. A gyerek motívum gyakran előfordul Munkácsi művészetében, mivel tudjuk, hogy neki volt egy halva született lánya, igaz, hogy nem ekkor, hanem 11 évvel később, 84-ben történt ez a tragédia, de a későbbi képein is visszatérő motívum a kislány. Viszont, hogyha alaposabban megnézzük ezt a képet, akkor észrevehetjük az átszüremlő fényeket. Tulajdonképpen azt is láthatnánk ebbe a képbe, hogy ez a gyerek nincs is igazán eltévedve, egy ösvényen halad. Ösvényen halad ki az erdőből. És azt is beleképzelhetjük ebbe a képbe, hogy ez a gyermek nincs is eltévedve, mivel szembe ott van vele a maga a művész, állvánnyal, ecsettel.